Sziasztok! Én Kira vagyok, és üdvözöllek titeket itt újra az Ecomotive csatornán. A mai videóban elhoztam nektek az Újra venném sorozatnak a második részét. Úgyhogy szerintem nem is húzom nagyon tovább a szót. Itt van az első része, hogyha esetleg nem láttátok, és kezdjük is el. Az első dolog az egy nyeregalátét lesz. Itt van. Ez egy fogantzás nyeregalátét. Nekem ebből van pink is. Nagyon-nagyon szeretem, mert megvan 4 éve, és kimostuk már, használtuk, beleizzadt a ló, minden. Nem vesztett a színéből, gyönyörűen tartja magát, egy szakadás nincsen rajta sehol. Szóval úgy unblock a Decathlon-os nyeregalátéteket merem ajánlani. Én ezt a fajtát nagyon-nagyon szerettem. Sajnos nincsen már forgalomban. Viszont, hogyha használtan láttak esetleg egy ilyesmit, és megtetszik, akkor merem ajánlani, mert nagyon jó. A következő dolog az egy díjlovas heveder. Ezt szeretem egyébként nagyon, mert ez Lola Nyergéhez van. Lola Nyergének nagyon alul van a felrántó szíja, azért kell neki ilyen kis rövid heveder. És tök jó, mert igazából ilyen neoprém anyaga van, és nem dörzsöli ki a lónak a hasát, legalábbis Lolának nem dörzsölte, és amit még nagyon szeretek, hogy van neki, itt ide be tudom bújtatni a heveder szíjat, a hevedert, igen, és hát igazából ez is már megvan egy jó ideje, és semmi bajom nincsen még mindig, úgyhogy ezt is merem ajánlani. Ez a dolog az egy HKM-es fülvédő. Nekem ebből van piros és fekete, ez a piros. Nagyon-nagyon jó, ez egy fullos egyébként. Nagyon-nagyon jó, mert nem áll el a lófülén. Pont annyi hely van itt hátul, ami úgy relatíve kell a kantárnál. Nagyon jó anyagból van a füles része is, tehát tök jól szellőzik a lónak nyáron a füle. Jó anyaga is van, és szerintem még nagyon szépen is néz ki, úgyhogy ezt is nagyon merem ajánlani, én ezt a nagy lovasból vettem. A következő dolog az szintén egy HKM-es márkájú dolog lesz, ez egy kötőfék, és ezt szintén a nagy lovasban vettem. Nagyon szeretem, mert szerintem a lónak is tök kényelmes, ugyanis itt Tarkónál, meg itt az Orszinál van egy ilyen plusz öltés, egy ilyen plusz rész, és így nem dörzsüli ki. Caspian még egyszer elszakította, viszont meg tudtuk javítani, úgyhogy strapabíró is, és nem mellesleg jól is néz ki. Szerintem jó áron is van, és az is tetszik, hogy az orránál, illetve itt a tarkójánál is lehet állítani a lónak a kötőféket. A következő dolog az egy kantár. Ez egy Decathlon-os kantár. Meg nem mondom, hogy most melyik fajta, viszont itt fölül van neki ilyen anatómiai kialakításos része. Illetve, ami még nekem nagyon tetszik, az ez a csat, hogy ezt csak itt be kell csatolni. Ide a tarkoszínál. Így. Illetve a kisorzónak nincs egy külön kis ilyen puklia, vagy nem tudom, ilyen kis része, ahol be lehet dugni, hanem ezt így szét lehet húzni, és ide való a kisorzó, ami szerintem tök kreatív megoldás, mert egyébként nem látszik. És én ezt nagyon szeretem, és szerintem Caspi is, ugyanis ez Caspian kantárja, úgyhogy én ezt is nagyon merem ajánlani, megéri az árát. Az utolsó dolog az egy pártavédő. Ő veredusos. Nem tudom melyik fajta, vagy veredusos pártavédő, nem tudom melyik fajta. Tanít a lovasboltjából vettem. Lolának, mert ő mindig letaposta hátul a lábát, és igazából ez is megvan egy 4-5 éve. Azóta használjuk, és azóta jó. Sőt, most Caspianra is szoktam használni. És semmi baja, ilyen kis szépséghibák vannak rajta, hogy levált itt a neoprém anyaga széléről, viszont én
úgy vagyok, hogy én ezt biztos újra venném, szerintem nagyon megéri az árát, és nagyon szeretem. Szerintem megóvta a lovaimat egy pár sérüléstől, úgyhogy igen, jó lenne. A videó végére is értünk. Én ennyi cuccot szedtem egyelőre össze, viszont hogyha szeretnétek esetleg egy harmadik részt, mert lehet, hogy még össze tudok szedni még egy videóra valót, akkor azt írjátok meg kommentben. Remélem tetszett nektek és hasznosnak találtátok, és írjátok meg, hogyha esetleg nektek van-e ilyen cuccotok, amiket most bemutattam, és hogy ti mennyire szeretitek, mi a véleményetek róla. Találkozom majd a következő videóban, és addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! I gave you my heart.